Környezetbarát házaink szakértője a kerámiaházépítés.hu. A következőkben pedig egy újabb témával foglalkozunk, amely nem más, mint a környezet tudatosság. Nem is gondolnánk, hogy a mindennapjaink apró tetteivel mennyire hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az ökolábnyomunk csökkenjen. Mi viszont nagyot álmodtunk, ezért egy olyan vadonatúj építészeti technológiával foglalkozunk, amely nem csak újító, de környezettudatos is. Szervusz Tibor! Most azt hiszem, a kerámiát az emberek emberemlékezet óta használják. Ma is találkozhatunk vele mindennapjainkban, azonban most egy olyan fura szó összetételről van szó, ami nem biztos, hogy ismert sokak számára, ez pedig a kerámiaház. Hát mit jelent ez a mindennapokban? A kerámiaház az ugyanúgy, mint a tégla, gyakorlatilag agyagból készül, és agyaggolyócskákból tevődik össze, egy felfújt, habosított agyaggolyócskákból, és ezt kiöntik gyárba. Előre gyártott paneleket hoznak, és ezt állítják a helyszínen a helyére. Gyakorlatilag nem apró téglákból rakjuk össze a házat, hanem egy fal, egy panel. Na és akkor mindezek után hogyan lett mégis esetleg a tányérunkból, vagy a teás csészénkből egyszer csak fal? Természetes anyagból már régóta készítenek házakat, és az agyagnak különböző hőfokon való kiégetése teszi tartósabbá, vagy még tartósabbá ezeket az elemeket. A kerámiának jól ismerjük a tartóságát, tehát valóban az írott történelem a legrégebbi leletei, a legzordabb viszontagságok közepette is éppen gyönyörűen megmaradnak az utókor számára. Tehát a kerámia tartós építőanyag. Ha jól értem, akkor itt tulajdonképpen kész falakról beszélünk, amik megérkeznek, nem pedig itt kell felépíteni azokat. Abszolút. A gyár készít belőle egy gyártási tervet, falazatra bontja, nyilván súly és méret szerint, és amikor ezt kiöntött a gyártói asztalon, akkor a technológia során ezt beépítik, vagy kihagyják az ablakok, illetve a nyilászároknak a helyét, és beépítik az elektromos védőcsövezést. Azt ugye tudjuk, hogy a legapróbb felújítási munkálat, vagy akár építési folyamat is hatalmas felfordulással járhat. Ez nem kifejezetten kényelmes a mindennapokban. Hogy áll e tekintetben a kerámiaház? Az előre gyártás során ez már gyakorlatilag ki van küszöbölve, helyére kerülnek a falak, panelek, és nincs hulladék az építkezés során. Ahogy látjátok is, itt nincsen szemét, ez egy nagyon tiszta megoldás. Imádtam, hogy tiszták a falak, hogy mindegyik gyönyörű, sima, nincsen port, nem kell az utcát, a környezetet, a szomszédokat terhelnünk, ez nagyon klassz. Élvezet egyébként kijárni az építkezésre. Környezetbarát házaink szakértője a kerámiaházépítés.hu.